A 2020-as fejlesztések után idén ismételten úgy talált a Tolnaváros forgalom szabályozási munkacsoportja, hogy időszerűek a további korszerűsítések. A képviselőtestület döntése alapján a tolnaiak és mözsiek újabb intézkedésekre számíthatnak, amit a hatékony és biztonságos közlekedést segítik elő. Alapvetően a főút mentén döntően a gyalogos forgalmat, biztonságos gyalogos forgalmat segítő forgalmi rendváltozásokról. Ezek döntően gyalogátkelő hely létesítések. Szeretnénk Mőstelepülés részen többet, úgy mint beérve Mőzsre ugye a Malom és a benzinkút között a következőt a úgynevezett Csendőrháznál, ugye két nagyforgalmú buszváró van az út két oldalán, a Gém utcánál egy harmadikat, ott ugye egy közelben egy nagy üzem van, ott műszakváltásoknál több száz ember megy, vagy várakozik buszmegállóba, tehát ezeket láttuk, hogy nagyon nagyforgalmú, gyalogos forgalmú helyek, itt a biztonságos átkelést szeretnénk elősegíteni, ahogy ez már jól működik a régi herbária épület előtt látható, hogy az a gyalogátkelő hely úgymond beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Tolna belvárosában több olyan helyszín is van, ahol aktuális már az innováció. Az iskolák környékén is új gyalogátkelő helyek kialakítását várhatják a helyiek. Még egy ilyen kritikus pontot látunk, ez pedig a Kossuth Lajos utcában, Tolnai Kossuth Lajos utcában, ahol az iskola épület előtt elég balesetveszélyes, főleg a reggeli órákban a közlekedés. Ugye nagyon sok gyermek érkezik, szülők autóval is hoznak, gyalogosan is érkeznek, ugyanakkor van egy nagy átmenő forgalom, hiszen ott Bogyiszló irányából is érkeznek járművek, ezért ott is kezdeményezzük a Hajdani Katolikus Iskola, illetve a templom között egy gyalogátkelő hely létesítését. Egy helyszínen még kiterjedtebb szabályozást terveznek a Szent István tér környékén, ahol a közelben lévő üzletek és főút miatt nagymértékű a gyalogos és személygépjárműves forgalom is. Itt a mögöttem látható helyszínen szeretnénk egy nagyobb rendezést, ide pedig egy jelzőlámpás csomópont kialakítását szeretnénk kérni majd a kezelőtől, a Magyar Közúttól, oly módon, hogy mind a négy irányban gyalogátkelők legyenek, és szabályozott módon, jelzőlámpás módon folyjon itt a közlekedés. Ugyanis itt is olyan napszakokban reggel 7-8 rettető módon visszatorlódik a forgalom a Balcsi-Zsilinszky utcában. Magam is nem egy balesetnek voltam szemtanú, olyan sok koccanásos baleset van ugye ezekben az időszakokban, illetve megnehezíti a gyalogátkelést is. Egyrészt ugye a főút nagy forgalma, másrészt mellettünk egy nagy forgalmú üzlet található, ennek a gyalogos forgalma miatt is indokolt az, hogy egy jobban szabályozott keretek között legyen itt a forgalom. A képviselőtestület és a munkacsoport folyamatosan figyeli a lakossági jelzéseket, illetve szemmel tartják a forgalmat is további újítások kapcsán.